Rendván 500 millió forintos pályázati lehetőség megnyitásáról írt alá megállapodást Kispárcin Péter helyettes államtitkár a Muramenti Magyarság vezetőivel. A magyar kormány a Muravidék gazdasági fejlesztési programjának beindításával újabb határon túli magyar lakta térség gazdaságát segíti. Mai napon elindításra kerül Magyarország kormányának harmadik határon túli gazdaságfejlesztési stratégiája. Az első kettőt Vajdaságban, illetve Kárpátalján indítottuk el tavaly év elején, és most jutottunk el oda, hogy a muravidéki magyar közösség is elkészítette a gazdaságfejlesztési stratégiáját, megfogalmazta gazdaságfejlesztési céljait, és ehhez a Magyarország kormánya 500 millió forinttal járul hozzá ebben az évben. Az aláírás után a közeli Dobronakon fórumon jelentették be hivatalosan a pályázat megnyitását. A helyettes államtitkár elmondta, hogy a program a szlovén kormány teljes egyetértésével valósul meg, majd a pályázat részleteiről, a jelentkezés feltételeiről adott tájékoztatást. Elhangzott, három területen várják a pályázatokat. A mezőgazdaság, a kis és közepes vállalkozások, valamint a turizmus fejlesztése a cél. Az érdeklődőkkel zsúfolásig telt terem és a helyi vállalkozók kérdései bizonyították, a program ösztönzőleg hat a helyi gazdaságra, a magyar vállalkozások élni is fognak a lehetőséggel. A múltban azért sok úgymond konferencia volt, tanácskozás, de tulajdonképpen ez volt az első olyan, amely konkrétumokkal is járt, már mind olyan értelemben, hogy ennek a következménye lesz egy bizonyos visszanemtérítendő támogatás, amelyre a múltban azért nem volt példa. Én azt hiszem, hogy a magyar kormány részéről ez egy nagyon nemes tett volt, és szeretnénk neki erről a helyről is megköszönni ezt a szándékot, és én azt meggyőződésem szerint a muravidéki magyar közösségnek, illetve itt a muravidékén élő embereknek ez egy nagyon nagy segítség lesz ahhoz, hogy biztosítani tudják boldogulásokat szülőföldükön. A muravidéki magyar gazdák és vállalkozók május 1-től pályázhatnak fejlesztéseikre az idén 500 millió forint értékben.